Győzött a megszorítás ellenes Syriza párt Görögországban, de ez nem rendítette meg az eurót. A görögök szeretnék azt hinni, hogy van ingyen ebéd, de nincs. Német minimálbért kellene fizetni a magyar kamionosoknak, ha átmennek Németországon. De a magyar cégek nem tudják 2,5-szeresére emelni a béreket. A megbízói kör jelen pillanatban hallani sem akar ilyen fuvardíj emelésekről. 12 éves kislánnyal lopattak el egy hongkongi ékszerüzletben egy nagyértékű ékszert. Eltette, kisétált a boltból és eltűnt a nyüzsgésben. Obama újra rágózott, most Indiában adott témát az újságíróknak. Bár a vendéglátóknak nyilván szóltak, hogy ne bántódjanak meg, azért jó kis címlapfotó. Jó estét kívánok, ez a 7.24. Győzött a Syriza a görög választásokon, a görögöknek az irreális ígéretek kellettek. A szembenézés ezekkel az ígéretekkel keserves lesz, de a múlt éjszaka még az örömé volt. A megszorítás ellenes baloldali párt gyakorlatilag abból épült fel, hogy bírálták a feltételeket, amelyeket az Európai Unió szabott az ország megmentéséért cserébe. Baloldali demagóg jelszavak az emberek között pedig a remény, hogy mégsem kell megfizetni a cehjet. Évtizedek óta többet költenek, mint amennyiük van, és most nagyon szeretnék megúszni a következményeket. Alexis Tsipras, Görögország új miniszterelnöke megérkezik az elnöki palota elé. Az államfőhöz tart, hogy felesküdjön és bejelentse, készen áll a kormányalakításra. Tsipras jól láthatóan boldog, teljes joggal, pártja, a Syriza fölényesen nyerte a tegnapi parlamenti választásokat. Az eskü csak politikai. Tsipras lesz az ország első ateista miniszterelnöke. Találkozott ugyan a pópával, akinek fel kellett volna esketnie, de csak beszélgettek. A karizmatikus Tsipraszt korábban Európa legveszélyesebb emberének is nevezték, mert ki akarta léptetni Görögországot az eurozónából. Egész pontosan az volt a programjában, hogy a görögök ne fizessék vissza azt a majdnem 300 milliárd eurót, amit az Uniótól kaptak azért, hogy ne menjenek csődbe. Ez pedig elég népszerű üzenet volt. A megszorítások ellen ugyanis tömegek tiltakoztak. Görögország 2009-ben jelentette be, hogy súlyos eladósodása miatt az állam csőd határára ért. Az Unió adott pénzt, de cserébe kemény megszorításokat írt elő. Ezekből lett elege a görögöknek. Az utóbbi 5 évben nagyon rossz volt az országban élni. A gazdaság mérete például a harmadával ment össze ez alatt. A politikai elit nem úszta meg büntetés nélkül. A 70-es években bukott meg az országban a katonai hunta, azóta két nagy párt irányított. Ezen a választáson mindkettő nagyon kikapott. A PASOK még a parlamentbe is alig-alig jutott be. Tsipras a választási ígéretein úgy tűnik már is puhít. A legvalószínűbb, hogy megpróbálja majd átütemeztetni a görög államadósságot. Így is vissza kell majd fizetni mindent, de hosszabb idő alatt. Még egy nyilvános levelet is írt a németeknek. Azt kérte, engedjék el a tartozást, hiszen úgysem fogják visszafizetni. A németek viszont nem tartanak ettől. Az unió gazdasága azt is kibírná, ha a görögök kilépnének az eurozónából, de ezt még Tsipras sem szeretné igazán. Kapcsoljuk Magas István egyetemi tanárt. Jó estét kívánok, tanár úr! Jó estét kívánok! Ja, azt vártuk, hogy valami komoly megrázkódtatás lesz itt a pénzpiacon, de úgy tűnik, hogy lényegében nem történt semmi. Ami történt, az mintha meg se történt volna. Minek tulajdonítja ezt? Igen, tehát ugye tudni kell a kedves nézőknek azt, hogy ez a fiatalember, Alexis Tsipras, ugye saját maga is az Európai Bizottság elnöki székére pályázott, tehát jól ismeri Európát, és őt is jól ismerik, és tulajdonképpen az az alapvető ígérete a választási kampányban, hogy felülvizsgálja a megszorítási csomagokat, hát tulajdonképpen feltételes módban hangzott el. Most ugye csak meg akarom mutatni, illusztrálni, hogy mire utaltam az imént. Ugye az elmúlt napokban folyamatosan gyengült az euró a dollárral szemben. A mély pontot éjszaka érte el, amikor kinyitottak az ázsiai tőzsdék, de az európai tőzsdenyitás
megnyugtatta a kedélyeket, hogy azóta az euró korrigált és erősebb, mint múlt pénteken volt. Tehát úgy tűnik, hogy Európát ez a görög választás e pillanatban nem rengette meg. Ezek szerint nyilván azért, mert azt gondolják, hogy a Syriza, hát hogy fogalmazza udvariasan, a kampányban hazudott. Jól mondom, tanár úr? Hát, ezt túlzásnak érzem. Az a helyzet, hogy Európa sokkal jobb, stabilabb pénzügyi helyzetben van, mint 3 évvel ezelőtt. Tehát az a veszély, ami 3 évvel ezelőtt fennállt, hogy esetleg Görögországnak ki kell lépni, vagy kikényszerítik az eurozónából, sokkal nagyobb volt. Mind a német kormány, mind az Európai Központi Bank finom jelzéseket küldött a görög kormánynak arra nézve, hogy akár Görögország saját maga választhatja is ezt az utat, tehát hogy ő kilép az eurozónából, azonban annak súlyos következményen lesznek, és nem lesz semmiképp akkora megrázkodtatással a teljes eurozónára, mint az lehetett volna esetleg 3 évvel ezelőtt. Kérdésem politikai természetű, úgyhogy ha a Syriza végül is nem fogja felülvizsgálni ezeket a szerződéseket, nem fogja visszavonni az intézkedéseket, akkor az a dél-európai országok egy részének, Portugáliának, Oroszországnak, Spanyolországnak, még talán Magyarországnak is, azt mutatja, hogy ez az ígéret, ez nem lehet valódi ígéret, és ez az út nem lehet valódi út. Ezzel egyetért? Én ezzel tulajdonképpen egyetértek, hogy azt mondanám, hogy olyan stabilizált, viszonylag normalizálódott helyzet alakult ki, amelyben a totális felforgatása a megegyezéseknek tulajdonképpen tarthatatlan ígéret, az mindenképpen elő fog majd jönni, hogy egyes tételekben, egyes kondíciókban esetleg lesz változtatás és enyítés, de hogy teljes mértékben, vagy esetleg jelentős mértékben leírni az adósságokat, ez meglehetősen valószínűtlen. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm a megkeresést. És ugyanakkor nem kizárt, hogy a Syriza győzelme politikailag mégiscsak következményekkel jár Európában. Spanyolországban a Podemos nevű párt gyakorlatilag lemásolta a Tsipras taktikáját. Mostanra az ország legnagyobb pártja lett. A vezetője a győzelemre úgy reagált, szó szerint idézem, a remény elérkezett. A szintén megszorítás ellenes, de szélső jobboldali francia Nemzeti Front is legalább ennyire örült. A közleményük szerint a Syriza győzelme demokratikus pofon az uniónak. Olaszországban az erősen megszorítás ellenes 5 csillag mozgalom mára a második legnagyobb párt. Nem tudják a magyar fuvarozó cégek kifizetni azt az óránkénti 8,5 eurós németországi minimálbért, amelyet januártól ki kellene fizetniük a sofőrjeiknek, ha áthajtanak Németországon. A magyar sofőrök eddig nagyjából 3,5 eurót kaptak. Évente 40 ezer magyar jármű halad át Németországon rendszeresen. Török Réka visszaállítása. A minimálbér összege 2015. január 1-től 8,5 euró óránként. Azok a bel- és külföldi munkaadók, akik Németországon belül foglalkoztatnak, a német minimálbért kötelesek ennek időtartamára fizetni. A probléma csak az, hogy Magyarországon eddig átszámítva csak 3,5 eurót kellett fizetni óránként. Ez a német minimálbér, ez egy nagyon-nagyon magas minimálbér, ez messze meghaladja az akár Magyarországon, akár a kelet-közép-európai országokban alkalmazott minimálbért. A fuvarozókat kőkeményen érinti, mert a kalkulációink szerint 8%-kal meg kéne emelniük a fuvardíjaikat ahhoz, hogy ezt a bizonyos minimálbér különbözetet a gépkocsi vezetők részére ki tudják fizetni, ugyanakkor a megbízói kör jelen pillanatban hallani sem akar ilyen fuvardíj emelésekről, tehát ez akár piacvesztéssel is járhat, mind a magyar fuvarozók, mind a kelet-közép-európai fuvarozók számára. A fuvarozók viszont már azon gondolkodnak, hogyan tudnák kivédeni a számukra kedvezőtlen változtatást. Egy kicsit kérdéses, hogy mit tekint a német annak a munkaidőfogalmának, amire ő ezt a 8,50 eurót kéri. Ugye a járművezetőnek különböző tevékenységből adódik össze a napi munkaideje, amiben van vezetési idő, pihenőidő, készenléti idő és vezetésközi szünetek. Ha elfogadjuk azt az európai jelenlegi jogszabályt, hogy a járművezetőnek a munkaideje az a vezetési időből és a munkaidőben, tehát a kalapácsos piktogram mond eltöltött idejéből áll, akkor ki lehet számítani, hogy 60-80 órára jön ki a heti munkaidő. Persze a kintartózkodás lényegesen több, de ha csak a munkával eltöltött időt kellene kifizetni, akkor nem olyan drasztikus az összeg. Az elemző szerint ez egy tipikus példája a munkaerőpiaci ellentéteknek.
tipikusan egy Európai Unión belüli versenyképességi kérdés az, hogy a kelet-európai, tipikusan lengyel, cseh, magyar, egyébként a németországi árszínvonalhoz képest olcsóbban dolgozni tud a fuvarozókat, ezzel nyilván a németországi fuvarozókkal szemben próbálják háttérbe szorítani. És az is kérdés, hogy a magyar kamionsofőrök a végén megkapják-e ezt a pluszbért vagy sem. Mert más dolog az adminisztráció, és más dolog a ténylegesen kifizetésre kerülő pénz. A német minimálbértörvény hatálya vonatkozik a német munkáltatóra, külföldi leányvállalatra, ha az anyacéghez küld munkavállalót, vagy ha külföldi cég Németországban vállal munkát, ha a fuvarozó német felrakó vagy lerakó helyet érint, és akkor is, ha a fuvarozó tranzitforgalomban keresztül halad Németországon. Török Réka, 7.24. Megcsúszott a támfal a budapesti déli és kelenföld pályaudvarok közötti alagútnál, ezért zuhantak kövek a sínek mellé. Napokig tarthat, amíg helyreáll a forgalom. A MÁV szerint a két pályaudvar közötti közlekedés biztonságos, a késés azonban egy órás is lehet. Néhány szerelvény nem fut be a délibe, inkább kelenföldön lesz a végállomás addig. Csak úgynevezett munkatárs kaphat szakértői belépőt a parlamentbe az országgyűlés elnökének rendelkezése szerint, de az nem derül ki, hogy ki minősül munkatársnak. A miniszterelnökség azt állítja, hogy velük Habony Árpád nincs munkaviszonyban, mégis tőlük kapott szakértői belépőt. Habony körül minden rejtélyes. Miből származik a befolyása? Miből él? Miért van parlamenti belépője? Benyúlít a összeállítása. Talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű vitrin. Habony Árpád először még 2001-ben koronaőrként járt a parlamentben, azóta viszont már sokszor megfordult a házban. Habony sokat mozog fideszes politikusok körül, és az is tudható, hogy a miniszterelnök egyik legfontosabb tanácsadója. És bár ezt évek óta mindenki tudja, hivatalos kapcsolatot soha nem lehetett kimutatni. Habony Árpád belépője és az ebből következő munkaviszony csak azért érdekes, mert fényűzően él. Bejárta a sajtót ez a fotó, amelyen Habony egy félmilliós Gucci táskával sétál a parlament előtt. A kérdés az, hogy ha senki sem alkalmazza, miből tellik erre. Minden politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal, észrevételekkel. Nem titok, hogy Habony Árpád így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is. Én ismerem Habony Árpádot. Többször találkoztam vele, rendszeresen találkozom vele, kikérem bizonyos kérdésekben a véleményét, de nekem nincs tanácsadói vagy hivatalos viszonyom vele. Az RTL Klub házon kívül című műsorának ismerték el először vezető fideszes politikusok, hogy segíti a munkájukat Habony. Nem sokkal később az is kiderült, hogy állandó szakértői parlamenti belépője van. A házelnöki rendelkezések egyik paragrafusa szerint kapott Habony állandó belépőt. Ebben az áll, hogy a miniszterelnökség szakértői belépőt országgyűlési ügyekkel foglalkozó munkatársainak igényelhet. A miniszterelnökség viszont azt írta az MTI kérdésére, hogy Habony Árpád a miniszterelnökséggel sem kormányzati szolgálati, sem megbízási, sem más jogviszonyban nem állt, és jelenleg sem áll. Ezért az országgyűlés hivatalától szerettük volna megtudni, hogy mit jelent a munkatárs kifejezés, szükséges-e munkaviszony, vizsgálják-e mivel foglalkozik a szakértő, visszavonható-e a belépő, pontosan mi a belépő visszavonásának menete. De adásunkig nem kaptunk választ. Egy-egy országgyűlési képviselő három szakértőt vagy asszisztenst alkalmazhat. Megkérdeztük az ellenzéki pártokat, hogy ők hány szakértői belépőt igényeltek és milyen feltételekkel. A legtöbbjük kihasználja a keretet, és mindenki azt mondta, hogy az országgyűlés hivatalával, a frakcióval vagy a képviselővel munkaviszonyban is állnak ezek a szakértők. Benyúrita, 7.24. A fiatalok jelentős részét nem érdekli a politika, nem tartoznak semmilyen közösséghez, egyrészünknek nincsenek barátaik, és nincsen jövőképük sem. Sok minden más mellett, ezek is kiderültek egy friss kutatásból, 15 és 29 év közötti fiatalokat kérdeztek meg politikáról, oktatásról, elvándorlásról, és alapvetően arról, hogy milyennek látják a helyzetüket most, és mire számítanak a jövőben. Maróti Tóth Tímea összeállítása. A megkérdezett több mint 8000, 15 és 29 év közötti fiatal többségét nem érdekli a politika, nem tartozik semmilyen közösséghez, és kilátástalannak látja a jövőjét. A válaszadók fele akár tanulás, akár munkavállalás céljából is elhagyná Magyarországot, miközben több mint egyharmaduk nem beszél egy idegen nyelvet sem.
A kutatásból kiderül, hogy a kelet- és közép-magyarországi fiatalok egyötöde az általános iskola elvégzése után teljesen kikerül az oktatási rendszerből. A nyugati régióban ez az arány kisebb, 8%. A kutatási eredmények kapcsán gimnazista és főiskolás fiatalokat kérdeztünk arról, hogy ők hogyan látják a saját helyzetüket. Itthon leginkább, mert orvosira szeretnék menni, és ugye az itthon egész jó, úgyhogy döntöttem, hogy akkor maradok. Itthon szeretném. Miért itthon? A nyelvtudással hadilában állok. De tanulom. Először szeretnék elvégezni egy orientalisztika szakot Cambridge-ben, majd tovább tanulni Japánban, és visszamenni Cambridge-be, vagy a Harvard Egyetemre, és emma alatt pedig politikai tanulmányokat, vagy nemzetközi kapcsolatokat tanulni, és a külügyminisztériumban elhelyezkedni. Persze beszélünk róla, tehát téma, főleg így ma, mivel hogy így minden erről szól. Tehát én fontosnak tartom, hogy az ember tájékozott legyen, teljesen mindegy, hogy mennyi idős és milyen szakmája van. Kicsit. Én nem kísérem figyelemmel. A megélhetés ez így lehet, hogy nehéz lesz. Egyrészt, másrészt meg, hogy utána nem tudom, hogy mennyire lesz munka lehetőség, hogy fog tudni elhelyezkedni, meg hogy milyen fizetéssel. Nekem a párom is orvos, és valóban mi ezen nagyon gondolkozunk, hogy jó lesz-e hosszú távon az, hogy két orvos fizetésből meg tudunk élni. Vajon milyen időtartamon belül sikerül majd munkát találni, illetve hogy hol fogok munkát találni? A megkérdezett fiatalok többsége egyértelműen az álláskeresés nehézségei miatt aggódik, vagy azért, hogy egyáltalán lesz-e munkájuk, és ha igen, milyen és mikor. A kutatás eredményei szerint ez országos probléma. A legtöbben a kilátástalan jövő, a munkanélküliség, a céltalanság és a létbizonytalanság miatt aggódnak. Az egyik legmegdöbbentőbb adat szerint a fiatalok nem csak a jövőjüket érintő kérdésekben bizonytalanok, de negyedük azt állítja, hogy nincsenek barátai sem. Maró Tito Tímea, 7.24. Nagy Ádám a vendégem, ifjúságkutató, egyetemi docens, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok! Szörnyű szavakat hallottunk, meg olvashatunk a kutatásban, ha fiatalokra gondolunk. Mert ugye az apátia, a kilátástalanság, a céltalanság, a nem lehet köze fiatalokhoz. Ennyire szomorú a kép, amit önök láttak? Hát szomorúbb a kép valóban, mint korábban. Ugye az ifjúságkutatási hullámok, ezek 4 évente történnek Magyarországon 2000 óta. Rendre azok voltak az eredmények, hogy munkahelyi problémák, munkahelyi keresés, igen, pénz, stb. Volt a klasszikus probléma. Igen. Most valóban a kilátástalanság az szomorú, de élre tört, vagy szóval vannak bizonyos településtípusok, vannak bizonyos régiók, ahol már megelőzi a klasszikus problémákat. Tehát ugye ez azért fájdalmas, mert hogy nincs pénzem, abból az következik, hogy lehet. Lehet. A kilátástalanságból meg nem következik, hogy jó lesz nekem. A kilátástalanságból az a szomorú dolog is következhet adott esetben, hogy elmegyek, mint ahogy más kutatások mondják, a fiatalok, a gyerekvállalási korú fiatalok 7/8 külföldön van. Nincs ilyen kutatási adatunk, de hát nem lehet nem észrevenni azt, hogy vagy megkutatni majd azt, hogy e között van a két adat között, van-e összefüggés. Tehát nincsenek kilátásaim, inkább elmegyek. Elhagyom a hazámat. Hát ez nagyon leegyszerűsítő már az én számból. Világos, de igen. Világos, az én számból is az. De van köze az igazsághoz. Van köze az igazsághoz. Mennyire drámai a különbség Kelet és Nyugat-Magyarország között? Van egy nyugat-keleti lejtő, elég sok mindenben, elég sok tőkében, gazdasági tőkében, kapcsolati tőkében, kulturális tőkében a nyugati régió az jobb helyzetben van, mint a keleti. A déli vidékek, ezek nagyon érdekesek, vagy nagyon ambivalensek. Pécs, Szeged, a Balatonpart erősebb, és az apró falvas települések pedig gyengébbek. Mondjon a végén valami jót. Szebbek vagyunk, mint 4 éve. Igen. Szebbnek látjuk magunkat, mint 4 éve. Így van, 2008-hoz képest a 2012-es adatokban a fiatalok szebbnek látják magukat. Szerintem szebbek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta nekünk. Kifosztott egy hongkongi luxus ékszerboltot egy 12 éves kislány, nem volt egyedül, de a piszkos munkát vele végeztették el. 4,5 millió dollár, azaz több mint 1 milliárd 200 millió forint értékű gyémánt nyaklancot lopattak el egy 12 éves kislánnyal Hongkongban. Egy luxus ékszerboltba 3 felnőttel érkezett, akik vásárlási szándékot mémelve terelték el az eladók figyelmét. Ezt a helyzetet használta ki a kislány, kiemelte az egyik fiókból a vitrinkulcsot, és miközben a cinkosai az eladóval beszélgettek, magához vette az összesen 117 karátnyi gyémánttal ékesített nyakláncot.
A banda negyed órát töltött a boltban, majd angolosan távoztak. Az eladók közvetlenül zárás előtt észlelték csak a lopást, és ekkor értesítették a rendőrséget. Egyelőre nem került elő sem a bolti sarka, sem az eltulajdonított zsákmány. Két furcsaság is kísérte Barack Obama indiai kétnapos látogatását. Ugye először nem volt hajlandó az indiai elnök nyitott autójában utazni, aztán pedig rágózott, amikor Modi kormányfővel találkozott. Nem először szólják meg emiatt. Két napot töltött Indiában Barack Obama, és ez alatt kétszer is botrányba keveredett. Itt jól látszik ugyanis, hogy az amerikai elnök rágózik, miközben kiszáll az elnöki limuzinból, és kezet fog Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. A rágó egyébként nem olyan rágó. Obama dohányzik, viszont a hosszú utak alatt nem gyújthat rá, ezért nikotinos rágót rágcsá. Az indiaiak viszont akkor sem örültek, ahogyan a limuzinnak sem, amelyből kiszállt. Megsértődtek ugyanis, hogy Obama nem ebben a fehér nyitott terepjáróban érkezett az indiai elnök társaságában, hogy megnézze a köztársaság napi felvonulást. A páncélozott 8 tonnás elnöki limuzinhoz a titkos szolgálat ragaszkodott, mert így könnyebb megvédeni az elnököt. Főleg egy olyan országban, ahol rendszeresek a terrortámadások. Márpedig India ilyen ország. Obama nem először kerül bajba a rágózás miatt. Tavaly a Csendes-óceáni és az ázsiai gazdasági konferencián is rágózva sétált végig a vörös szőnyegen, és a vendéglátók akkor sem örültek. Egymás után kétszer is átverték a brit kormányzatot telefonbetyárok. Először felhívták a titkos szolgálatot, és újságíróként bemutatkozva elkérték Robert Hennigan kémfőnök mobiljának számát. Nem sokkal később Hennigan-ként bemutatkozva felhívták a Downing Street-et, és a miniszterelnököt kérték. Mire kapcsolták a miniszterelnököt? Cameron rájött, hogy ez nem az ő embere, és letette a telefont. Egy a Sun-nak névtelenül nyilatkozó férfi bevallotta, hogy ő kérte el a kémfőnök számát. Azt mondta, hogy részegen és bedrogozva nagyon jól szórakozott az egészen. Mi is jól szórakoztunk egyébként, így józanul. Hatalmas hóvihar fenyeget 60 millió amerikait. New York és Boston van a legnagyobb veszélyben. A meteorológusok szerint 1 méter hó eshet a két városra. Az emberek alaposan bevásároltak, felkészültek arra, hogy esetleg napokig nem tudnak majd kimozdulni, így néztek ki a boltok. Több ezer homokkal feltöltött hókotró áll készenlétben, a légitársaságok pedig több mint 3500 járatot töröltek. A napszáma 2, mert hogy 2 katona érkezett Budapestre a kínai császár 8000 darabos agyak hadseregéből. Utoljára 1987-ben láthattuk az eredeti agyak katonákat Magyarországon, azóta csak másolatok voltak itt. Tavaly nyáron Prágában voltak még, utána vissza kellett őket vinni Kínába, de az Iparművészeti Múzeumnak sikerült elérnie, hogy bemutathassa a valóban felbecsülhetetlen értékű szobrokat. Február 6-ától lehet őket megnézni. És most még egyszer a legfontosabb hírek röviden. Győzött a megszorítás ellenes Syriza párt Görögországban. Egyelőre ez nem rendítette meg az eurót. A görögök szeretnék azt hinni, hogy van ingyen ebéd. Német minimálbért kellene fizetni a magyar kamionosoknak, ha átmennek Németországon, de a magyar cégek nem tudják 2,5-szeresére emelni a béreket. 12 éves kislánnyal lopattak el hongkongi ékszerüzletben egy nagyértékű ékszert, eltette, kisétált a boltból, és eltűnt a hongkongi nyüzsgésben. Ez volt a 7.24, most jön az időjárás jelentés, 7.24, minden este 7-kor. Viszontlátásra!